zsip valódi kisközség Gömörben, Tornalja városától délre. 200 éve 33 házában még 288 lakos élt, ma 230-an laknak itt. Templomát viszont már 1332-ben említi a pápai tizedjegyzék, és az is bizonyosnak vehető, hogy a fennmaradt gótikus stílusú kis templom helyén biztosan állt egy még korábbi. Az itteni freskós templomok közül viszonylag kevés van Dél-Gömörben, tehát a magyar lakta vidéken. Ezek egyike a Balog völgyében lévő Zsíp nevű település. Ugye a reformáció követően Dél-Gömör magyarsága az alapvetően ugye a kálvini hitelveket fogadta el, tehát ezek a templomok mind reformátusok, a szlovákság pedig a luteri tanoknál maradt. Szlovák református ezen a vidéken nincs. A dombon álló apró templom tehát a 13. században épült, de számos elem, például a rézsűs ablakok vagy a szentély előtti diadalív azt mutatja, hogy ez már egy gótikus átalakítás volt. Csúcsívesen szélesebbek lettek az ablakok, és a szentélyben egy gótikus ajtót is láthatunk. A templomot több évszázados története során valószínűleg többször is meg kellett erősíteni, amit kívül az épület támaszként kissé szokatlan támpillérek is bizonyítanak. Ezt a területet elkerülték a későbbi nagy építkezések, a nagy gazdagodás, ami mondjuk a 18. században a Magyar Királyság területén oly sok helyen jellemző. Ide egyébként a törökök sem nagyon értek el, tehát ennek is köszönhető, hogy még oly sok minden áll, és főleg a falusi emlékanyag az, ami megmaradt, a nagyobb helyekre ez már nem ennyire igaz. De hát egészen elképesztő élmény mondjuk egy nap alatt 5-6 ilyen templomot bejárni. A zsípi templom különlegessége azonban az, hogy egymás mellett láthatjuk a középkori freskókat és a síkmennyezet fakazettákkal burkolt deszkamennyezetét. A karnak ezer része a középső ágával együtt épült 1775-ben, olvasható rajta. Legutoljára a 250 éves Talggerendarácsra épített haranglábat kellett a Teleki Alapítvány segítségével megerősíteni, felújítani. Zsíp esetében is ott van a református egyház azon törekvése, hogy a templomot teljesen helyreállítsák. Már az 1970-es években is történt műemléki helyreállítás, de az mára kissé elhasználódott, és a templom újabb restaurálást igényelt. Akkoriban a többi fal feltárását sem folytatták, ezért most végre az egész templomot felújítják. A helyreállítás előtt kutatásokat folytattunk, amelyek megerősítették, hogy a templom hajójában még mindig voltak eddig ismeretlen középkori falfelületek. A zsípi templom 14. századi freskói eltérnek a Gömörben megmaradt régi templomok freskóitól. Ábrázolásuk rusztikusabb, egyik különlegessége például a freskóként megfestett oltár, ami igen ritka. A gótikus falképek nagy részén ószövetségi prófétákat láthatunk, illetve egy Krisztus alak, és a Szűz Mária életéből vett jelenetek mellett a diadalíven megmaradt az okos és balga szüzeket ábrázoló képsor is. Szerencse, hogy valaha a reformátusoknak ez sem tetszett. Zsípben az a helyzet, hogy az 1970-es években történt ott feltárás. Részint műemléki feltárás, de ezt régészeti feltárással is kombináltak, és akkor derült ki, hogy a templomot hajdanán kerítőfal vette körül, ami hát ugye az újkorra már nem maradt meg. De ekkor tartak föl a templomban lévő freskók jó részét is, hiszen derék református atyánk fiai annak idején az eredeti szentélyt nem használták, hiszen a református liturgiának nincs szüksége a szentélyre, raktározásra használták, és a műemléki felújítás során az ott még fellelhető és feltárható freskókat is feltárták. Van különbség a katolikus egyház és a protestáns egyházak hozzáállása között, de az evangélikusok és a reformátusoké között is.
A katolikusok gyakrabban miséznek, naponta akár többször is, ezért a gyülekezet ott sokkal érzékenyebben reagál a templomba bekövetkezett változásokra. A protestáns egyházak csak vasárnap tartanak istentiszteletet, ráadásul a reformáció meg akarta szüntetni a szobrokhoz és festményekhez való imádkozást, ezért a templomokat fehérre meszelték. Ma ők sokkal nyitottabban állnak a középkori freskók restaurálásához, kulturális értéknek tekintik, ezért hajlandóak a hosszabb restaurálási munkákat is elviselni. A diadalív belső falán Szent István portré látható, ez utalás lehet akár a zsipi templom alapításának korára. A Szent István freskók Szent László uralkodása alatt terjedtek el, amikor több mint 900 éve első László István kultuszát bevezette. De zsip és temploma másként is érdemes a figyelemre. Lassan elfogynak a református magyar hívők. A templomoknak a sorsa az a funkciótól függ. Amikor megszűnik a gyülekezet, akkor más funkciót kell neki adni, de méltó funkciót, tehát nem gondolom pláne egy kis falusi helyen, hogy most akkor kiállítást kellene ott létrehozni, hanem a templom, műemléktemplom önmagában is egy érték, és mi Erdélyben csináltunk egy próbaprojektet, amelyik a marosmenti szorványtemplomoknak a fenntarthatóságát célozza, ez egy Torony Iránt nevezetű telefonos applikáció, ami bemutatja a templom értékeit és az egyéb turista látványosságokat, beleértve szállás, étkezés, stb. Mert az a tapasztalat, hogy ha csak havonta egy busz megáll, vagy hetente három autó fölkeresi ezt a templomot, van egy megbízott, aki kinyitja a templomot, észreveszi, hogyha elbillen a cserép, megigazítja, vagy a püspökségnek szól. Tehát itt azért valamennyire biztosítva van. Egyébként vannak jó kezdeményezések, felső-tisza vidéki templomok esetében átnyúlva Kárpátaljára is egy egyesület jött létre, amelyik biciklitúrákat, tehát műemlékes biciklitúrákat szervez, azt mondhatom, hogy sikerrel. És ugyanezt a célt szolgálja, tehát hogy tűnjön föl valaki a műemlék környezetében, mert akkor már nagy eséllyel megakadályozható a romosodás.